Hallóztok, én vagyok a hatlábú farkas, és ugye ismételten nem vagyok egyedül. Szabó József vagyok, sziasztok! Mind a ketten a Emberközpontú Országért mozgalomnak vagyunk az alapítói és a lelkes aktivistái. Idén már több filmmel is előrukoltunk, ez már a harmadik, a deviza hitelezésről és annak előnyeiről, illetve hátrányairól. Egy kölcsönnek mik a legfontosabb adatai? Kölcsön? Mi is az, hogy kölcsön? Például mennyi pénzt kapnék, és mennyit kéne összesen visszafizetni? Mennyi lenne mondjuk a havi törlesztő részletem, és ezt összesen mennyivel kell megszorozni, tehát összesen hány hónapig kell ezt fizetni? Ebben segít a THM. Ez egy nagyon fontos és nagyon pontos számítás, egy nagyon fontos mutató. Azt írja elő, azt számol, amiről előbb beszélgettünk. Mennyit kaptam, mennyit fogok visszafizetni. Törvény írja elő, hogy ezt a THM-et minden szerződésnek kell tartalmazni. Amelyik szerződés ezt nem tartalmazza, az a szerződés semmis. Nézzük most azt a THM kalkulátort a Magyar Nemzeti Bank honlapján. Na, közben megérkeztünk a Magyar Nemzeti Bank honlapján. Van olyan, hogy a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ lapja. Ez új cég a MNB mellől. Korábban függetlenként önállóan dolgozott a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, a PSIF. A hitel összegébe írjunk be példában 3 millió forintot. Igen. A futamidő legyen 5 év, hónapban kell megadni, tehát 60 hónap. Igen. És akkor számoljunk, hogy mit kapunk meg. Számolás. Nincs semmiféle költség, nincsen kamat. Tehát ez tiszta számolás. Igen? Tiszta számolás. 50 ezer forint a törlesztő részlet. Hogyha ezt beszorozzuk ugye 60 hónappal, akkor megkaptuk, a 3 millió forintot. Pontosan, hogy kell visszafizetnünk, amennyit kaptunk. Ebből kifolyólag a THM-ünk, mennyi vissza fölfelé, a THM-ünk az 0%. Igen. Itt van a THM. Ott van a THM-ünk, 0%-unk. Most menjünk vissza, legyen kamatunk. Generáljunk kamatot. Generáljunk kamatot, a kamat az 5%. Ez hol van? Itt, azaz, ugye? Pontosan igen. Azaz. Írjuk be azt, hogy 5%. 5. Semmi máson nem változtattunk, számolunk újra. Akkor lássuk mi a változás. Végeredmény, hopp, megnövekedett a törlesztő részlet. Eddig 50 ezer forint volt, most pedig 56.614 forint. Nem túl jó. A kalkulátor kiírja azt is, hogy mennyi kamatot kell összesen fizetnünk, tehát a 3 millió forint után összesen fizetünk 497 ezer forintos kamatot, és ez megjelenik a THM-ben is. Korábban, amikor a kamat nulla volt, a THM is nulla volt, most pedig 5,11%-os a THM-ünk. Tehát, hogyha van kamat, akkor nő a törlesztő részlet, ez költséget jelent, a költséget pedig mutatja a THM. Igen. Emeljük meg a kamatot, menjünk vissza, 5% helyett legyen 10%. Ez sok. Sok bizony, számoljunk. Most mit látunk? A törlesztő részletünk az tovább emelkedett, 63.741 forint. Több mint duplájára nőtt az összesen kifizetendő kamatunk, előbb éppen hogy volt 400 ezer forint, most pedig több mint 825 ezer forint, és ez megjelenik a THM-ben is. Ami már majdnem 10,5. Ami már majdnem 10,5%. Tehát, hogyha nő a fogyasztó költsége, akkor nő a THM is. Nagyon kemény. Na, kész a számolás. Térjünk vissza. Első lap. Első lapra. Igen. Most úgy számolunk, hogy nincs semmiféle kamat. Ez a kamat, ez nincsen. Ez most nincs, az nulla. Igen, viszont akkor a bank felszámol egyszeri költséget a folyósításkor, ami legyen 396.822 forint. De szép kerek szám. Ez pont az az összeg, amikor 5%-os kamattal számoltunk, és ennyit jött ki a kamat költségként a számítás során. Akkor nézzük számol. Meg, hogy most mi lesz. Igen, számolunk. Igen. Kijött az, hogy a törlesztő részletünk 50 ezer forint. Itt van alul. Igen. Ott fönt mutatja, hogy a folyósításkor volt egy egyszeri költségünk. Igen. Az a 396 ezer. Mondjuk 400 ezer forint. Igen. És a THM-re pedig kiadódik 5,87%, és mégis van THM. Ezért nagyon pontos ez a THM számító kalkulátor, mert hiába nincsen kamat, lehet látni, hogy a kamatunk az nulla. Igen. Mégis a bank THM már a legelején levette az ő saját maga hasznát, és az megjelenik a THM-ben. Nem a kamattól függ a THM. A THM képlet nem a hitelfelvételi összegétől 3 millió forinttal számol, hanem ebből a 3 millió forintból levonja
a folyósításkor fizetendő egyszerű költséget. Tehát a valóban azt az összeget, amit te készhez kaptál, azzal számol, és nem azzal, ami a szerződésbe vele van írva 3 millió forint. Térjünk át a deviza elszámolásra. Vissza. Vissza, egy kicsikét csúsztat lejjebb az egész képernyőt. Igen. Ide bejelöljük azt, hogy devizakonstrukciónk van. Itt bejelöltük egy devizát. Devizakonstrukciónk van. A deviza elszámolású, vagy deviza alapú konstrukcióknál ugyanúgy forintban számol a THM képlet, mint a klasszikus forint kölcsönöknél. Ezt nem a képlet határozza meg, hanem ez törvényi, jogszabályi előírás, hogy forintban kell számolni. Maradjon a hitelösszege továbbra is 3 millió forint, a futamidő 60 forint. Azok már 60 számoljunk, számoljunk úgy, hogy a vételi árfolyam az 160 forint. Annyiban vették a srácok, én 160, eladási árfolyam szintén 160 forint, tehát nincsen most különbség a vételi és eladási árfolyam között. Nincsen kamat, húzzuk ki az előző költséget, nincs, semmi nincsen. Össze-vissza ugrál a weblap, igen. És kihúzzuk. Nézzük meg, hogy mi az eredmény. Száma. Itt fenn nincs azzal semmiféle költségünk, a vételeadási árfolyam ugyanaz, a törlesztő részletünk az 50 ezer forint, ugyanúgy. A THM képletünk ugye a törlesztő részletből számol, igen. És kihozza a THM-et nullára, tehát hogyha a vételi eladási árfolyamot megegyezik, azt szoktuk mondani, az árfolyam rész nulla, akkor nincsen költségünk, és a THM is nulla. Menjünk vissza a számolókhoz. Tételezzük fel, hogy a bank az eltéríti a vételi árfolyamot, a leadási árfolyamot a középárfolyamtól, 1%-kal legyen kisebb az most egy. A 158,4, oda írjál be, hogy 158,4. Igen. Az eladási árfolyam 1%-kal magasabb, mint a 160-as középárfolyam, a 161,60. 1,6, igen. Nincs, megvan? Megvan? Meg, kész. Nincs kamat, nincs semmiféle nincs. Költség, semmiféle költség nincsen, csak vétel igen. És eladási árfolyam, számoljunk. Akkor számolás. Hopp, növekedett a törlesztő részletünk. Igen. 51 ezer forint lett az 50 ezer forint helyett. Megjelenik az árfolyam rés miatti költség, az 60.606 forint, és megjelenik, hogy az nekünk 0,79%-os THM-et jelent. Tehát, ha a bank alkalmaz vételi és eladási árfolyamot, különböző vételi és eladási árfolyamot, akkor növekszik a törlesztő részlet, ha növekszik a törlesztő részlet, akkor az benne van a THM-ben is. Tiszta, jó. Igen. Több bank is emelte az árfolyamrést. Igen. Menjünk vissza. Felemelte mondjuk a példában 1%-ról 2%-ra. Az árfolyamot? Az árfolyamot 156,80. 156,80 a vételi árfolyam. 56,8. Van, igen. 56,8, igen. És az eladási árfolyam pedig? Igen. Ez közben ugrál. 163,2. 2, igen. Semmi más nem változik, semmitem. Számoljunk. Számol. Igen, és most azt látjuk, hogy... Most azt látjuk, hogy az árfolyamrés miatti költségünk az megnövekedett 122.449 forintra. Jó, megnőtt. Megnövekedett a törlesztő részletünk is. Igen. És mivel magasabb a törlesztő részletünk, ezáltal megnövekedett a THM-ünk is. Ja, csak majdnem, szépen kijelölni. Az majdnem 1,6% lesz. Azt nyugodtan nevezhetjük 1,6-nak. De egyébként, ha nagyobb az árfolyamrés, akkor magasabb még a törlesztő részlet is most, ahogy így éppen látjuk, ami ugyanúgy megmutatkozik még a THM-be is. Hogyha változtat az árfolyamon, a svájci frank árfolyama, akkor változik az árfolyamrés miatti költség is, igaz? Nézzük meg! Jó. Menjünk vissza. Vissza. Legyen a középárfolyamunk 200 forint, akkor a vételi árfolyam 196. Igen. Eladási. Eladási árfolyam 204. 104. Igen. És akkor minden változatlan, nincs semmiféle kamat, semmiféle nincs. Egyéb költség, számoljunk.
52.041 forint a törlesztő részlet, annyi, mint az előző példában volt. Igen, ugyanannyi. 122.448 igen. forint a zárfolyamrés miatti költség, annyi, mint az előző példában volt. A THM-ünk 1,59, ugye kerekítve 1,6, amit az előző példában igen. volt. A zárfolyamrés okozta költség nem változott. Nem függ az árfolyamtól, hogy mennyi az árfolyamrész okozta a költség. Tehát a bankok nagyon pontosan tudták, amikor kötötték a szerződést, hogy mekkora árfolyamrész miatti költség fog jelentkezni a fogyasztónál a hitel felvevőjével, csak éppenséggel ezt a költséget elhallgatták. Hogy a szerződésen sincs rajta. Így van. Nem jogi kérdés, hogy költsége az árfolyamrész. Tény. Matematikai tény. A számítások többször elvégezhetőek. Lassan már egy éve, 2013. július 4-én a kúria nyelvtani értelmezéssel ugyanerre jutott. Ami költségnek minősül, a szerződésben fel kell tüntetni. Ugyanarra jutottám a kúria is, mint most mi az előbb a THM kalkulátorra. Teljesen elképesztő módon azonban a bíróságokon a mai napig is születnek olyan döntések, amelyek kimondják, hogy az árfolyamrés nem okoz költséget a fogyasztónak. Fenntarthatatlan, egyszerűen lehetetlen, hogy a valóságot figyelmen kívül hagyó döntések születhessenek. Törvény írta elő évekig, hogy semmi az a kölcsönszerződés, amely nem tartalmazza a szerződés tárgyát, vagyis a kölcsön összegét, a törlesztő részletek összegét, a törlesztő részleteknek a számát, az összes költséget, valamint a THM-et. Összesítsük a korábbiakat, nézzünk egy valósághoz jobban közelítő számítást. Igen. Árfolyam. Az árfolyamok azok maradnak a 196 és a 204 forint. Igen. A hitel összege forintban az legyen 15 millió forint. Jaj, de rosszul jelölök. Igen, 15 millió. 15 millió forint. 5%-os kamat. Az itt van. Másfél százalékos kezelési költség. Igen. A futamidő az legyen 240 hónapos. Igen. Nagyon sok olyan szerződés, ami türelmi idős legyen most is 60 hónap 5 éves türelmi idő. Igen. És a folyósításkor egy fizetendő egyszeri költség ez 420 ezer forint. Ja, akkor számoló. Jó, és most azt megkaptuk a végeredménynél, hogy a törlesztő részlet itt eltér az elején és eltér a végén a türelmi idő miatt. 84.566 forinttól indul, és akkor a végén 142.976 forint. Ami lényeges, hogy lehet látni, hogy mennyi a kamat, amit összesen ki kell fizetni, az 10.570.109 forint. Lehet látni, mennyi a kezelési költség, amit a bank számol egy sorra lejjebb, igen. az 4.683.675 forint. Szerepel az árfolyamrésre jutó költség, az 612 ezer forint, és szerepel az, hogy összesen mennyit kell fel visszafizetni, az 30.866.029 forint. És megkapjuk a THM-et is, ami 8,08%-nak felel meg. Ez a két sor, ez zavar engem egy kicsit. Ugyanis a hitel összege az 15 milla, és amit visszafizetsz, az 30,8. Igen, hát ezek nem ritkák ezek az adatok. Ami a lényeg, a bankok a szerződéskötéskor ismerték az összes költséget. De ezt az egészet? Az egészet ismerték. De ez nincs benne minden. Viszont a szerződésekben ezeknek a költségeknek a jelentős részét nem írták bele. Annak ellenére, hogy törvény írta elő, jogszabály írta elő, hogy minden költséget és a tartalmaznia kell a szerződésnek. Valamint azt is előírja a jogszabály, hogy azt is kell tartalmaznia, hogy a bank mikor jogosult megemelni az éves kamatot, mikor jogosult megemelni a kezelési költséget, mikor jogosult megemelni a vételi és eladási árfolyam közti különbséget. Ezeket a szerződéseknek mindegyiket pontosan le kellett volna írni. Tartalmaznia kellett volna a szerződéseknek. Térjünk rá most az árfolyamra, az árfolyam kockázatra, a deviza kockázatokra. Mindannyiunknak van követelése. A munkahelyen minden hónap végén követeljük a munkabérünket, a fizetésünket. Igen. Ha van nyaralónk, és kiadjuk egy külföldinek, vagy egy hazai nyaralónak, akkor pedig tőle elvárjuk a bérleti díjat. A havi bérletet. Igen. Igen. Ha van a bankban megtakarításunk, akkor követelésünk van a bankkal szemben. Mondjuk betétem van.
A megtakarítás az lehet svájci frankban. Például. Ebben az esetben. Miért választjuk a forint helyett a svájci frank betétet? Például azért választjuk a svájci frankot, mert mi ugye optimistán abba bízunk, hogy a svájci frank majd ível fölfelé, mint a rakéta, és ebből nekünk tetemes bevételünk lesz. Így van, mert hogyha drágább a svájci frank, a forint romlik, akkor több lesz a bevételünk. Így van. Másik? Vannak kötelezettségeink is, ez a másik oldal. Fizetnünk kell a villanyt, a gázt, internetet. Az internetet, a gyereknek a tandíjat, és hogyha van hitelünk a banknál, akkor fizetnünk kell a hitelt is. Hitelünket is. Lehet nekünk a hitelünk svájci frankban, svájci frank elszámolású is. Igen. Mikor választottunk, miért választunk egy svájci frank elszámolást? Amikor svájci frank alapú hitelben gondolkozunk, akkor mi abban reménykedünk, hogy össze fog majd omlani szépen lassan a svájci frank, egyre kevesebbet fog érni, a forint pedig majd egyre jobban erősödik, hiszen a gazdaság hajtja előre. Pontosan így van. Azért választottuk ezt, mert hogy a svájci frank az nem fog nagyon erősödni, a kamata meg valamennyivel kevesebb, mint a forintnál, és így mi jobban járunk. Így van. A kötelezettséget és a követeléseket úgy hívjuk együtt, hogy mérleg. Ez lehet a te mérleged. Ne, te mérleg. Az én mérleg. Legyen az én mérlegem. Ha van svájci frank elszámolású hitelünk, és van svájci frank elszámolású betétünk, és a kettő egyforma, akkor teljesen mindegy, hogy a forint a 150, vagy a svájci frank a 150, mindegy. Vagy 200, vagy 250, mert a kettő az kiegyenlíti egymást. Igen, egy az egy. Hogyha eltérés van, van svájci frank hitel, svájci frank elszámolású hiteled, és kisebb, vagy ne adj Isten, semmiféle betét bevételed nincsen, követelésed nincsen svájci frankban, a külföldi turista, nyaraló az nem svájci frankban fizeti a nyaralódat, vagy a munkahelyed nem svájci frankban adja a fizetésedet, akkor neked deviza kockázatod van. Mert hogyha a svájci frank az erősödni fog, akkor neked a tartozásod miatt, igen, a kölcsönöd miatt egyre többet kell fizetni. Igen. Az, hogy neked a bankodnál kötelezettséged van a bankoddal szemben, ez a banknál meg azt jelenti, hogy a banknak pedig követelése van veled szemben. Igen, ez a barikád. Tehát ami nálad kötelezettség, az a banknál az követelés. Követelés. Ennek a másik neve? Eszköz. Eszköz. Igen. A banknak a másik oldalon szintén lehetnek svájci frankban betétjei, értékpapírjai. Ennek a másik neve? Forrás. Igen. Forrás. Hogyha a kettő egyforma, ugyanakkor a svájci frank betét, és ugyanannyi a svájci frank hitel, akkor a banknál ugyanúgy a kettő kiegyenlíti egymást, teljesen mindegy, hogy 150, 200 vagy 250 forint a svájci frank, a banknak ez teljesen közömbös, mert igen, a kettő, már a kettő két oldal egyforma. És mi van? Hogyha a banknak kevesebb a forrása, mint amennyi hitelt kihelyezett, és a svájci frank az elkezd drágulni, akkor a bank jól jár, mert egyre több pénzt fog kapni. Igen. Hogyha fordítva van, a svájci franknak több a forrása, mint az eszköze, akkor jár jól a bank, hogyha a romlik, mert akkor így van, így van. Na most, de ez így nem éri meg, mert a svájci frank nem fog romlani, persze. Menjünk, ez egy példa. Nézzük meg akkor, hogyan működik ez a valójában. Nézzük, a hazai legnagyobb bank, az OTP mérlege mit tartalmaz? 2012-ből, mert ez bárki számára elérhető. A svájci frankban az OTP forrása kevesebb, mint 125 milliárd forint. Ezzel szemben a svájci frankban kihelyezett összeg az 1060 milliárd forint. Nincs összeg. Rengeteg. Ezt úgy hívják a banknál is, hogy devizakockázat, mert hogyha a svájci frank az gyengülne, vagyis a forint erősödne, béletlenül, a banknak kevesebb lenne a bevétele, és ez problémát jelentene. Bedőlne. A törvények előírják, hogy a bankok nem vállalhatnak devizakockázatot, ahogyan ők nevezik nyitott devizapozíciót, ezt tehát nekik, ez tilos. Ez nekik tilos. Az viszont nincs megtiltva, hogy a lakosságra ráhelyezzenek devizakockázatot, mint ahogyan korábban láttuk. Jó. Ez teljes mértékben meglepő. Az sincs előírva a bankoknak, hogy akkora forrással kell rendelkezniük, amennyi eszközük van, amennyi kölcsön kihelyezésük van egy adott adott devizában. Tehát jelenleg ez a helyzet, 125 milliárdnál kevesebben szemben 1060 milliárdnál,
a banknak ezt a deviza kockázatot deviza swappal, vagy más néven mérlegen kívüli tétellel kell rendeznie. Ez igen? Megjelenik a banknak a hivatalos kimutatásában is. Itt lehet látni 2012. december 31-én svájci frank eszköz 1060 milliárd forintnál több, a forrásai kevesebb, mint 125 milliárd, és a mérlegen kívüli eszközök az pedig 971 milliárd forintnál több. Hát a különbség, igen. Így van, így van. Semmiféle előírás nem volt arra, hogy a bankoknak rendelkezniük kell devizával ahhoz, hogy deviza vagy deviza elszámolású kölcsönöket helyezzenek ki. 2012-ben hoztak egy olyan jogszabályt, hogy devizafinanszírozási megfelelési mutatót, DIM-et kell számolniuk. Hogyha itt megnézzük a 2011 évi évvégi adatokat, 12 ezer milliárd forint volt. Ez a felső vonal. Az a felső, így van, igen. A felső kék vonal, amekkora deviza kölcsönöket nyújtottak a bankok. Ezzel szemben állt 7500 milliárd forint, amivel rendelkeztek, és a kettő közötti összeg az 4500 milliárd forint. Hány embert érint jelenleg mai nap ez a deviza hitel? Egyrészt vannak a deviza lakáshitelek, ezek több mint 200 ezer szerződés van érvényben. Mondjuk 2014-nek. A szabad felhasználású deviza szintén jelzálog, tehát a lakás van jelzálogba helyezve, ez közel 270 ezer darab, és van még jármű. A gépjármű hitel devizában ez 140 ezer fölött van, összességében több mint 620 ezer szerződés van. Tehát szó szerint ennyi személyt érint. Ennyi szerződés van, ennél több személyt érint, mert egy családban általában többen laknak, tehát nyugodtan számolhatunk egy másfél millió emberrel, akiket a mai nap közvetlenül érint az, hogy deviza tartozása van. Devizában van nyilvántartva tartozásuk. Összességében pedig, ha összeadjuk ezeket a számokat, ez több mint 3300 milliárd forint. Ez rengeteg pénz. Egy másik kimutatásban, itt a 2014-i februári adatokat mutatja a Magyar Nemzeti Bank, itt a háztartások, azok a lakosságnak, a deviza hitelnek az állománya, az több mint 3800 milliárd forint. Mennyi pénz van összesen? Megnéztük, hogy ezt mivel lehet összehasonlítani, ez szintén a Magyar Nemzeti Banknak a adata. Jelenleg összesen forgalomban lévő készpénz, tehát az 5 forintostól kezdve a 200 forintos érméig, a bankjegyetig, 1000 forintos, 5000 forint és a 20000 forintos. Összes pénz, ami kint van. Ezt mind összeadjuk. Igen, és az 3100. 3100 milliárd. Ez kevés, hiszen a másik az több volt. Az több volt, hát ez ugye ezek a számlapénznek nevezett pénzek, a pénz, készpénz, az egy része a pénzmennyiségnek, de most erre nem érjünk ki, mert akkor egy külön történet lenne. Igen. Ezeket, és? Amiket most itt felsoroltunk ebben a filmben, ezt mind leírtuk, és elküldtük a kúriának, felhívtuk ezekre a problémákra a figyelmet, hogy a bankok a valóságnak nem megfelelően hoznak döntéseket, hoznak ítéleteket, és véleményünk szerint ez így nem fenntartható. Nem, ezt a kúriának elküldött levelet, ezt elküldtük a parlamenti frakcióknak a részére is, mert úgy ítéljük meg, hogy a parlamenti képviselőknek is szerepük van, felelősségük van a jelenlegi helyzetben. Elküldtük az összes jelentősebb újságnak, tévének, rádiónak, nem valószínű, hogy ők ezzel valamit is kezdenének ezekkel az információkkal. Viszont szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ha ismerőseik vannak, akiknek rendelkeznek ilyen devizaelszámolási hitellel, azok nézzék meg ezt a filmet, végezzék el a MNB honlapján ezeket a számításokat, győződjenek meg arról, hogy amiket mondunk, amiket állítottunk most. Hogy az helyes-e? Az mind helyes és mind igaz. Írjanak leveleket a parlamenti képviselőknek, írjanak levelet a Magyar Nemzeti Banknak, tegyenek fel kérdéseket, írjanak levelet különböző hivataloknak, a Magyar Nemzeti Banknak, akár a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, ami eszükbe jut, fel kell, hogy hívjuk a figyelmüket. És szeretnénk elérni azt, hogy azok, akik ilyen intézményekben, a Magyar Nemzeti Banknál, a PSIF utódjánál dolgoznak, azokban támadjon fel a lelkiismeret, a lelkiismeret,
és vegyék figyelembe, hogy itt több százezer szerződés még életben van, vegyék figyelembe azt, hogy több millió ember közvetlenül érintett, nézzék meg azt, hogy ezek a szerződéseknek a túlnyomó többsége nem tartalmazza az árfolyam részköltséget, nincsenek benne meghatározva rendesen a törlesztő részletek, nincsenek benne meghatározva az, hogyan lehet fölemelni a kamatokat, hogyan lehet fölemelni az árfolyamrészt. Egyoldalúan nem felelnek meg ezek a jogszabályoknak. M-cikk. Van egy ilyen cikkünk, hogy M-cikk. Ez a alkotmányból kiragadott pici részlet. Aláhúztuk pirossal a következő sort. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. Mi nem várunk el mást, csak azt, hogy ami benne van az alkotmányban, azt a bíróságok, a Magyar Nemzeti Bank, az állami hivatalok, hatóságok, szervezetek mindegyik tartsa be. Magyarország lépjen fel az erőfölénnyel visszaélőkkel szemben, és védje meg a fogyasztókat. Azt várjuk, hogy a cikk a alaptörvényben megfogalmazottak, azok valóságban is legyenek. Követendő példák legyenek. Követendő példák. Ha írtatok leveleket és kaptok választ, akkor azt kérjük, küldjétek el részünkre, és akkor majd összesítjük őket. Így van, és a következő filmben pedig már erről is majd lesz szó. Címeink hitelesmozgalom@gmail.com és az info@ekomozgalom.hu, úgyhogy várjuk leveleiteket, és legyetek aktívok az ügyben. Sziasztok! Sziasztok! Na, igen, megvan. Több bank emelte az árfolyamrészt, menjünk vissza az adóbevitelhez. 2%-kal térjen el most már a 160-as árfolyamtól árfolyam. Igen. A vételi árfolyam 156,80. 6, 8, igen. És 2%-kal térjen el 2. Az eladási árfolyam 163,20. Ezt nem hiszem, mert megint összeomlott. Ez király, de ezt nem látják, hát ezt ide vissza kell hozni, hogy ez tényleg az MNB honlapja. A server error. Hű, de király. Kezdjük el harmadszor. Na jó, akkor mi a harmadszor? Ezt hányszor kell még megcsinálni? Na jó van.